They hate when you elevate. They stacking up losses, I'm handing them out, yeah, I had to go delegate. It feel like I'm floating, I'm lost in the moment, I swear I could levitate. They never believed that I would really fly, I had to go demonstrate. I had to set them straight. They hate when you elevate. Üdvözlök mindenkit, sziasztok, itt vagyunk Tökölön, ugyanis elérkezett az év végi legeslegjobban várt nap, amit itt csapat szinten meg a baráti kör szintjén mindig a legjobban szoktunk várni. Ez pedig nem más, mint az évvégi privát edzésünk, ami már hagyománnyá változott, ugyanis harmadik alkalommal rendezzük meg így októberben saját magunknak ezt a rendezvényt. Azt kell tudni róla, hogy teljes mértékben mi alakítjuk az egész napunkat, ami azt jelenti, hogy csak mi vagyunk itt, úgymond meghívásos alapon, így a csapat, meg a szűke, baráti, driftes sportársi körrel. Úgyhogy tényleg olyanokkal tudunk autózni, akiket szeretünk, akikkel tényleg megvan a közös hang, nagyjából egy erős autók, meg ilyesmi. Én raktam ki megint a pályanyomvonalat, tegnap este kijöttünk a srácokkal, kiraktuk a pályát, gumifalak is vannak idén, bolyával ki van rakva, úgyhogy ez tényleg egy ilyen tök saját ilyen belső, amit tudunk nyomni. 14 autóval fogunk ma itt lenni, ami ugye nagyon kényelmes, ugyanis egy sima nyilvános edzésen közel 60 autó szokott lenni, ami miatt nagy sor alakul ki, meg minden. Mi viszont itt ezzel a kis 14 autóval nagyon-nagyon jól egész nap fogunk tudni megállás nélkül autózni, nagyon-nagyon szoktuk élvezni, nagyon remélem, hogy idén is a mostani alkalommal ugyanolyan lesz, mint szokott lenni, de ezt majd a felvételeken úgyis látjátok. Petya egész nap a kamera mögött van, és a legeslegkomolyabb felvételeket próbálja majd összeszedni, hogy visszaadjuk meg, megörökítsük azt, amit itt mi megélünk, amit igazából nagyon-nagyon nehéz, mert ami ki szokott alakulni, így a sofőrök eufórikus hangulat, meg érzés, amiatt, hogy tényleg egész nap egymás ajtaján tét nélkül ilyen gőzkieresztősen, évvégi gőzkieresztősen tudunk autózni. Azt így elég nehéz visszaadni, de majd megpróbáljuk. Úgyhogy nézzétek a videót, mi megnyomjuk a gázt. Sziasztok, Ádám vagyok. Ha pár szót kéne az autóról mesélnem, akkor ez egy gyári motoros, egy CA motoros S13. Igazából gyári elemeket már nem nagyon tartalmaz. Gyakorlatilag iratok komputer Maxecu-val megyek, hátrányoló voltából. És 320 lóerőt mértünk keréken. Százas benzinnel, igazából én jól érezni jöttem ki magam a mai nap. Én nem versenyzek már, úgyhogy nem is volt túl nagy sikerem a streetben egyelőre, de majd ami késik nem múlik. Voltak idén kisebb, nagyobb
botlások. Egy fordulással egybekötve, de azért vagyunk ma is itt, hogy edzünk. És ezt kiküszöböljük a jövőben. Az autó nagyon erős, fel kell nőni hozzá. Egészséges 200 ló.